A mai videóban az érzelmi táplálkozásról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. Gondoljunk csak bele abba, hogy a mindennapok során milyen gyakran eszünk amiatt, mert a gyomrunkban érezzük az éhségérzetet, tehát például korog a gyomrunk. Napjainkban rengeteg étel van, egyszerűen képtelenség lenne éhen halni, csak ki kell nyújtanunk a karunkat, és már bele is akad valamilyen ételbe vagy italba. Emiatt ma már a legtöbben nem azért esznek, mert éhesek, hanem valamilyen szokás, vagy valamilyen érzelmi kötődés miatt. A rossz szokás a legmélyebb emberi rabság legfőbb oka lehet. Valójában azért kellene ennünk, mert a testünk jelzi, hogy kell neki a tápanyag, érezzük az éhséget. Ettől még ugye lehet élvezetes az adott táplálkozás, de az éhség kellene legyen az elsődleges ok, és az érzelmi élvezet a másodlagos. Ha változtatni akarunk a táplálkozásunkon, akár egészségi szempontból, akár fogyási céllal, vagy bármi más miatt, fontos először is, hogy belássuk azt, hogy a táplálkozásunk nagy része az érzelmi táplálkozás. Kezdjük el megfigyelni ezeket a mindennapjainkban, mindjárt rá is térek, és ahogy megfigyeljük őket napról napra, hétről hétre tudunk majd ezen változtatni. És egy idő után már csak akkor eszünk, amikor a testünk tényleg jelez, hogy éhesek vagyunk. Az első ilyen a gyerekkori napi 3 plusz 2-es programozás, reggeli, ebéd, vacsora plusz 10 órai és uzsonna. Ezt a programot, ezt a szokást úgy is hívhatjuk, hogy garantált nagy profit a gyógyszergyáraknak. Minél gyakrabban eszünk a nap során, annál inkább fokozódik a testünkben az inzulinrezisztencia a hónapok, az évek előre haladtával, azaz a sejtjeink egyre inkább azt mondják, hogy nincs szükségük ennyi tápanyagra, ennyi cukorra, azért mert a testünk nem úgy fejlődött több millió év alatt, naponta három vagy akár még több alkalommal ettünk. Ez a szokás a fogyasztói társadalomnak a felemelkedésével terjedt el, mert a fogyasztói társadalom egyik legfőbb lényege, ugye benne van a nevében, hogy folyamatosan fogyasszunk. Tehát csupán csak egy néhány évtizedes szokásról van szó, viszont aki ugye ebbe születik bele, azt gondolhatja, hogy ez a helyes. A második nagy érzelmi kötődésű programcsoport az anyuka programok, vagy nagymama programok, attól függően, hogy ugye anya vagy nagymama nevelte inkább az embert gyerekkorban. Egyért, mert gyenge maradsz, egyért, mert beteg leszel, meg kell mindent tenni, ami a tányéron van, és hasonlók. Ugye a nagyszüleink közül sokan nélkülöztek, például a világháború alatt, de a háború után sem volt az a nagy bőség, így hát belőjük ivódott az a gondolat, az a program szokás, hogyha van étel, akkor azt meg kell enni, mert kevés volt, vagy ugye nem lehet tudni, hogy mikor lesz legközelebb bőség. Ez a korábbi nélkülöző állapot ugye ma már nem áll fent, tehát nincs értelme ezeket a szokásokat betartani. A harmadik a munkahelyi nassolás, amikor valójában csak azért teszünk reggel vagy délben a többiekkel, mert ilyenkor tudunk velük beszélgetni olyan dolgokról, amelyekhez érzelmekkel kapcsolódunk. Mi volt a sorozatban, mi volt a politikában, mi volt azzal a nővel vagy férfival, mi volt a meccsen, és így tovább. Ennek van egy mellékága, amikor ugyanezeket a témákat a dohányzás alatt beszéljük meg. Nagyon sok ember nem azért dohányzik, mert az élvezetet nyújt számára, hanem mert ilyenkor tud a többiekkel olyan dolgokról beszélni, amelyek érzelmileg kielégítik. Tehát ismét egy érzelem, és nem a valódi fizikai szükséglet. Az érzelmi táplálkozás negyedik fajtája a jutalomfalat, amikor azért teszünk vagy iszunk, mert úgy gondoljuk, hogy megérdemeljük. Ma sokat és keményen dolgoztam, ma valamilyen komoly feladatot hajtottam végre, ma elismertek, én vagyok a király vagy a királynő, így hát most jöhet a lakoma, jöhet a csoki, jöhet a chips, jöhet a sör, jöhet a pálinka. Az ötödik a bánatfalat, amikor azért eszünk vagy iszunk, mert valamilyen negatív dolog történt velünk,
megbántottak, elhagytak, rosszul érezzük magunkat, nagyon fáj már valami régóta, és nem bírjuk ki. Látjuk, hogy másnak milyen jó, és nekünk még mindig milyen rossz. Így ugye valamivel csillapítani kell ezt a fájdalmat, az érzést, tehát ismét érzelmi okok miatt táplálkozunk. A következő, az izgalom, az öröm indukálta étkezés. Gondolj a kedvenc ételedre, képzeld el azt a körülötted lévő környezetet, az embereket, az illatokat, a színeket, amelyek ugye körbevesznek, az érzéseket, amelyeket ilyenkor előtörnek benned ebben a helyzetben, az érzést, amit ez az egész környezet indukál benned. Ha jól belegondolunk, akkor az előbb leírt képnek, amely mindenkinél más és más lehet például a tópartján, a kedvenc éttermünkben, az 90%-ban nem a tápanyag pótlásról szól, nem arról, hogy fehérjékre, zsírokra, vitaminokra van szüksége a testemnek, hanem arról, hogy ugye ezeket az érzéseket az adott környezetben megéljük. Tehát ez az izgalom, az öröm, a vágyak által előidézett táplálkozás. A hetedik az ünnepi falat, amikor csak azért eszünk, mert valamilyen ünnep van, születésnap van, buli van, és az a program van bennünk, hogy ilyenkor ezt kell tenni. Karácsonykor beiglit, szilveszterkor rétest, húsvétkor sonkát, nyáron a strandon lángost, a bulival italt. Azt látjuk, hogy mindenki ezeket eszi és issza, így hát ugye mi is ezt tesszük. Ilyenkor igen erősek a kollektív érzések. Milyen lenne az, ha én most nem ennék a karácsonyi ebédnél, vagy csak egy pár falatot ennék, vagy nem innék a többiekkel, ugye megbántanám anyát, feleségemet, vagy a férjemet, vagy a testvéremet, aki ugye meghívott, lehet nem vagyok éhes, de érzelmi okok miatt mégis eszem. Az ünnepek alatt teljes mértékig az érzelmeink irányítása alatt vagyunk, eszünkbe jutnak ugye a korábbi évek azonos eseményei által okozott örömök, tehát érzések, korábban húsvétkor, korábban karácsonykor, vagy korábban születésnapkor, ugye mi volt, milyen volt, milyen jó volt. Tehát azért jövünk össze, mert érzéseket akarunk megélni, és nem azért, mert éhesek vagyunk. Ez még akkor is így van, ha éhesen érkezünk az ünnepi vacsorára, mert valójában nem az étkezés miatt vagyunk ott az ünnepi vacsorán elsődlegesen, hanem az érzések miatt, amit ott szerezhetünk. A nyolcadik és egyben utolsó érzelmi táplálkozási forma az ételekben lévő anyagok, vegyületek, összetevők által indukált, okozott. A glutén, a cukor erős függőséget okoz, meglátjuk a sütit, a csokit, a finom, még meleg, puha kenyeret, és egyszerűen csak ugye megkívánjuk. Eszünkbe jut az érzés, amit akkor éreztünk, amikor korábban az adott cukor vagy gabonatartalmú étel okozott bennünk. A modern sokszorosan feldolgozott ételek ezen kívül sok más egyéb intelligens vegyületet is tartalmaznak, amelyek különböző módon ugyanúgy erős belső vágyat idéznek bennünk elő. Meglátjuk a hamburgert a plakáton, és összefut ugye a számon a nyál, létrejön bennünk az érzés, hogy ugye ismét együnk belőle. Itt is lássuk tisztán, hogy nem azért teszünk ilyenkor a hambiból, mert éhesek vagyunk, hanem azért, mert létrejött bennünk egy érzés, amit az adott plakát, az adott hirdetés idézett elő. Tehát ismét egy érzelmi táplálkozással van dolgunk. Még egyszer összefoglalva őket, a gyerekkori programok, az anyuka vagy nagymama programok, a munkahelyi nassolás, étkezés, a jutalomfalat, a bánatfalat, az izgalom, az öröm okozta étkezés, az ünnepi falat és a vegyületek által okozott táplálkozás. Gondold át, hogy ezek közül melyek vannak jelen a mindennapjaidban, figyeld meg őket, figyeld meg a benned lezajló folyamatokat, mert így tudsz majd rajtuk változtatni. A szokásaink átalakítására 3-4 hét elegendő szokott lenni, azaz 3-4 héten keresztül kell csak tudatosan odafigyelni valamire, hogy akkor most ezt teljesen máshogy csinálom, direkt így csinálom és nem úgy, majd kb. Egy hónap után természetes lesz, kialakul az új szokás, pont úgy automatikussá válik, mint a meglévő szokásaink. Más szóval meg lehet azt is szokni, hogy nem eszünk a többiekkel reggel, vagy 10 órakor a munkahelyen,
hogy nem eszünk reggel egyáltalán, és az első étkezésünk mondjuk délben van, vagy például nem lassolunk, nem sörözünk munka után, és így tovább. A szokásainkat könnyen meg tudjuk változtatni, a kérdés csak az, hogy meg akarjuk-e. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet ez a téma. Ha vannak ebben a témában saját tapasztalataid, írd meg a hozzászólásokban, mert ezzel másoknak is segíthetsz. Iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy feliratkozva, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!